Az AÖP egy önkéntes, évente választható és területi alapon a teljes üzemterületre igényelhető támogatás. Azaz a gazdálkodó dönti el, hogy behozza -e a gazdaságát a támogatásba, avagy vagy sem. Amennyiben úgy dönt, hogy kéri a támogatást, hogy a gazdaságban lévő valamennyi művelési ágra, szántóra, gyepre, ültetvényre kategóriánként legalább két pont értékben többletvállalásokat kell tennie. Ez alól két kivétel van. Az egyik a küszöbérték alatti területek, ha az üzen szántó területeinek, illetve gyepterületeinek nagysága nem éri el az 5 hektárt, ültetvényeinek területe pedig az 1 hektárt, akkor az adott hasznosítási módra nem kötelező előírást vállalni. A másik kivétel a Natura 2000 gyep területek, Ezekre sem kell többletvállást tenni. Mindkét kivételre igaz azonban, hogy amennyiben a gazdálkodó nem vállal azokra két pont értékű előírást, akkor ezek a területrészek nem számítódnak bele az AÖP kifizetéssel érintett területekbe. Ha azonban vállal, akkor ezek után is jár a többletnámogatás. A biogazdálkodásba bevont területek nem élveznek mentességet, azaz az öko és a hagyományosan művelt táblák egy egységet képeznek az aöp ben A vállást mindkét területen teljesíteni kell. Az AOP kötelezettségvállás időtartama egy év. Az egységes kérelemben minden évben külön nyilatkozni kell arról, hogy az adott évben részt kíván-e venni az AÖP-ben vagy sem. Erre először idén lesz lehetőség. A támogatás igénybevételének fontos feltétele a gazdálkodási napló vezetése és elektronikus beküldése. A támogatás hektáronkénti összege minden évben változhat attól függően, hogy hány hektár jogos igényést állapít meg országos szinten a kifizető ügynökség. Számítások szerint az AÖP-vel átlagosan közel 30 ezer forint támogatáshoz juthatunk hozzá hektáron.